aztán utána megnézzük a hátadon is, jó? Általános iskolás gyereket vizsgálnak ebben a győri rendelőben. Néhány héttel ezelőtt még itt is nagy volt a forgalom az influenza járvány miatt, mostanra azonban jelentősen lecsökkent a betegek száma. Az elmúlt évtizedek legnagyobb európai járványa idehaza is lecsengett, szerencsére komolyabb szövődmények nélkül. Természetesen az ember ilyenkor mind helyi, mind országos szinten hal a különböző szövődményekről. Mi úgy igyekeztünk visszarendelni a betegeket, hogy a kontrollvizsgálatnál általában panasz nem volt. Még egyszer hangsúlyozom, az évszázad egyik legkomolyabb járványa volt. A határos, tehát a szomszédos országban is olyan visszajelzést kaptunk, hogy nagyon sok volt a megbetegedés, fiataloknál nem, de 65 év fölött azért az influenza szövődmények között voltak halálos kimenetelek. Hála Isten, ez lecsengett. Az influenzának vége, most itt az újabb probléma, a tavaszi fáradtság. Ez ugyan nem betegség, de roppant kellemetlen tud lenni. Általában kimerültséget, bágyadságot, súlyosabb esetben fejfájást és szédülést okoz. A tavaszi fáradtságot azonban a szakember szerint meg lehet előzni egészen könnyen. A vitaminok nagy része, több mint 90%-a víz nélkül kapható, mellékhatást nem okoz, tehát mindenképpen javasoljuk az egészségeseknek és a betegeknek, hogy megfelelő mennyiségű vitamint szedjenek. Nagyon fontos, ahogy ezt már láttuk Ausztriában, Németországban, hogy a szombat vasárnapot, ha lehet, akkor kerékpározással, túrázással, a szabidő eltöltésével töltsék úgy, hogy a számukra egy felüdülés legyen a következő hét elejére, és megerősödjenek. Most, hogy iskolai szünet van, szintén arra figyelmeztetjük a diákokat, hogy ezt úgy használják ki, hogy minél többet a szabad levegőn, vitaminok szedése, és a legfontosabb folyadékfogyasztás. Sok-sok mozgás, minél több idő a szabad levegőn és némi étrendbeli változás. Ennyi is elég ahhoz, hogy a tavasz beköszöntével se legyünk bágyadtak, és igazán élvezni tudjuk a remélhetőleg hamarosan már tényleg beköszöntő szép tavaszi időt.